Mit csinálnak? Nem tudja tovább zárni. Majd tudjuk. Szólásra kért lehetőséget Uzsokini Éva. Szívesen látjuk, és gyere itt a mikrofon. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy szólhatok. Én azt szeretném mondani itt a párttal kapcsolatban, az úr megemlítette, hogy ugye aki oda bekerül, az bekebelezik, illetve valami mocskos körökbe belekerül. Most lehet, ebbe igaza van, bár a jövőt illetően egy valamit még nem próbáltunk, amivel most mi, hála Istennek Árpád segedelmével, alulról építkezni. Ugyanis mi nem tartozunk senkinek, minket nem a Soros Alapítvány nevelt ki, hogy megmondják nekünk, hogy mit kell szavaznunk, mit kell mondanunk, illetve nem kaptunk hiteleket, vagyis hát olyan segítségeket, ilyen visszanemtérítendő összegeket, amiért szintén megmondanák nekünk, hogy majd hogyan szavazzunk a parlamentbe. Ami a legfontosabb. És még azt szerettem volna elmondani, hogy aki azt mondja, hogy nem teszünk eleget, vagy keveset teszünk, az ha lehet a maga nevében beszélje, az én nevemben és nagyon sok társam nevében nem merje ezt mondani. Ugyanis én 20 órákat dolgoztam, nyugodtan mondhatom, de 15-öt minimum naponta, hogy valahova eljussunk. És bizony volt, hogy a 4 éves gyerekemet az apja szedte le a kerítésről, hogy mert ordított utánam. Tehát csak ennyi energiát fektettem ebbe a dologba. Nagyon örülök az összefogásnak, és bízom benne, hogy tovább jutunk. És nagyon messzire eljutunk, oda, ahova szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy szóltam.